Jó reggelt! Jó reggelt, magyarok! Az a helyzet, hogy most olvastam egy interjút a Népszavában. Nagyon remélem, hogy hamarosan kin lesz online verzióban is. Krisztóf Canussi. Egy nagyon komoly, hát abszolút én be vagyok ájulva a filmjeitől. A lengyel filmrendezővel készült az interjú, mert hogy most a pénteken 15. alkalommal megrendezett Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál, jó napot, zsűri elnöke. Ahogy itt a Népszava 5. oldalán idézik, ő a nagy zsűri elnöke. Egyébként ugye itt a címadó azt mondja, hogy az erkölcsi nyugtalanság filmeseként ismert, és egyébként Európában vetett hitet töretlen. A cím, nincs szükség új gyarmatosításra. De ez ne legyen félrevezető, ez mondjuk akárha bele is illene a NER verbalizmusába. Tölgyesi Gábor, aki lőtt most lengetem a kalapomat tényleg, a Népszava újságírója, csinált ezt az interjút. Ne vegyék zokon azok, akik már itt vannak, nagyon kapcsolatban vagyok, még egyszer elmondom, jó? Mert ez tényleg fontos tudni. A Népszaváról beszélünk, mindjárt fölhívom Kósa Andrást, a Népszava újságíróját, és igazából csak erről akarok vele beszélni. Ez, amit ez az ember, Krisztóf Canussi, úgy egyébként is, mint film rendező, az mindig megüti az embert. Nem tudom, látták-e az Illumináció című filmjét. Leginkább az lenne egy értelmezhető dolog, hogyha mit tudom, felolvasnám a cikket, de nem fogom felolvasni, hát annyira hülyén vennék ki magát, és nem is tudom ezt úgy előadni. Nem vagyok én egy olyan színész, leginkább, mit tudom én, mondjuk egy Latinói Zoltán, vagy egy Maklári Zoltán, vagy tényleg, aki tud szépen beszélni. Ezért, hogyha tudná felolvasni, ezért én azt ajánlom, hogy olvassák el. Na mindegy, most felhívom Kósa András, jó? És egyébként meg a telefonszámom, amin adott esetben verbális interakcióba tudunk lépni, az meg vagyok rendülve tényleg. Sok okból, és mintha a jó Isten küldte volna ezt a Népszava interjút ide nekem az életben. Komolyan. És küldöm mindenkinek, aki úgy gondolja, hogy a jelenlegi hatalom a szakadékba dönti ezt az országot hamarosan, harmadszor. Mindenkinek. Nem viccelek. Megyünk a szakadékba. Mosolyogva. Rajongással. Olvassák el. Olvassák el.
Most mindegy, kósalagásra fogok erről három mondatot váltani. Annyira boldog lennék, hogyha rendülve. Tessék, bocsánat, nagyon rosszul vannak az igazság. De most már jobb lesz. Tehát, Kósa Andrásról beszélgetek, aki a Népszava újságírója. És most ezt most éltem el neki, amit már öröknek is meséltem, hogy meg vagyok rendülve. De valami egészen elképesztően, és mondjuk a jó Isten ide küldte nekem azt az interjút, amit csináltatok. A Népszava 5. oldalán jelent meg. És nem is nagyon akarnék ebbhez kommentárt hozzáfűzni, a Krisztóf Canusival készült interjút. Hát, öcsém! Most mit mondjak erre? Haló? Haló, hallod? Én nagyon rosszul vagyok, Sándor. De miért? Nem tudom, mert én hallom. Nem tudom, most már jobb. Tehát, még egyszer mondom. Jó, hát ugye a fapados verzió, most ehhez hozzá kell szoknunk, különösképpen azután, hogy egyre másra szántják be a médiumokat. Mondjuk például most az Indexnek is vége. Tehát még egyszer mondom, András, azt osztottam meg az emberekkel, és erről szeretnék veled beszélni. Nem tudom, mennyire értesz egyet. Ma az 5. oldalon, a Népszava 5. oldalán, hallod? Igen, hát Zanussi interjú. Igen. Hát öcsém, mintha a jó Isten küldte volna. És tudod, annyira bele vagyunk égve abba a retorikába, abba a témaözönbe, amit ránk zúdított a NER, hogy én is egészen, komolyan mondom, elképedve olvastam, hogy hát, drágáim, Európa mégiscsak ennek a világnak az egyik legjobban, sok-sok szenvedés eredményeképpen is ugyan, de a legjobban kitalált dolga. És mi most egy olyan rendszert támogatunk, vagy az ország egy jelentős része egy olyan rendszert támogat, amelyik egyébként ezt éppen most szét akarja császni. Olvastad az interjút, András? Hát, igen, elképesztő. Igen. Hát ugye nem csak Amerika, éppen ez a probléma, hogy szerintem tehát az nekem is megengedte a szívemet, amiket olvastam. Ugye? Kadanusziton. Én azt mondom, hogy szerintem hogy utóbbi időben, mint hogyha túl sokat hallanák azt, hogy az Európa így van válságban, úgy van válságban, így vette fel az identitását, úgy vette fel az identitását. Miközben hát azért mondjuk már ki, annyi öntudat legyen már bennünk, hogy a világ legjobb helye szerintem, és a legélhetőbb, legszabadabb életforma, az mégiscsak a nyugati életforma, az európai életforma, amiben természetesen beletartozik az észak-amerikai. Hát az angol száz kultúra, igen. Az Egyesült Államok vagy Kanada. Az angol száz kultúra, de mégiscsak ezek a rendszerek, és a parlamentáris demokrácia, a jogbiztonságon, az emberi jogokon alapuló rendszerek azok, amelyek a világon a legélhetőbb társadalmakat teremtették meg. És szerintem nem kéne, természetesen vannak problémák, de az, hogy ez egy az egybe válságban lenne, és főleg azt, hogy ezen változtatni kellene, azt szerintem egy nagyon-nagyon káros és veszélyes gondolat. És az a probléma, hogy ez, ahogy te is mondtad, hogy ez persze Amerikából is egy nagyon komoly kihívás éri ezt a gondolatot, de az a probléma, hogy Európán belül is nagyon sokan vannak, akik erről beszélnek folyamatosan. Tudod, az az igazság, hogy engem úgy különösebben nem zavarna, hogy van egy csomó tébolyult, aki mondjuk például azzal jön, hogy és akkor úgy kéne élni, mert neki egyébként ez nagyon jó, és ha úgy tetszik, a hasznára válik. Ha abszolút omnipotens, és az övé a hatalom. Mindörökkön örökké. De ettől még nem kéne hagynunk azt, hogy azt, amit megélünk, ami van, meg ami egyébként persze reformra szorul. Hát hogyne? Hát azért egy csomó dolog tisztázatlan. Én nem gondoltam volna, András, tényleg, hogy még megélem azt, hogy akkor most ez a kérdés a napirendre kerül, hogy most mi legyen ezzel az unióval, és ennek mi legyen a tartalma. De ugye vannak ezek a kihívások, és miután ezek a kihívások erősek és dominánsak, és miután ez nem Moszkva, ebből adódóan ezt egy diskurzusban kell megoldani. De megjelenik az én miniszterelnököm, és mindjárt befejezem, ne haragudj, és azt mondja, hogy ezt egy olyan világgá kell formálni, mint amilyen Kína. Jó, hát örüljenek a kínaiak, legyenek boldogok, hát körülbelül nem érdekel. De úgy különben meg én azért szeretnék szabadon működni és élni. És nem szeretnék egy olyan országban lenni, ahol mondjuk, mit tudom, egy minisztérium mondja meg, hogy te nyilatkozhatsz, vagy nem.
Hát igen, pontosan. Nem szeretnék egy olyan országba élni, ahol mondjuk mást is adott esetben egy kormányzati szerv mond meg, vagy ahol mondjuk fel tudnak oszlatni adott esetben független testületeket csak azért, mert igen. Nem olyan döntéseket hoznak, amelyek egy az egybe belepasszolnak az adott uramon lévő párt ideológiájába. És egyébként én is azt gondolom, hogy természetesen persze vannak problémák, vannak mindig lássák, hogy ezzel a nagyon divatos kifejezésre lények, de szerintem azért az európai társadalom, az európai civilizáció az elmúlt időszakban azért ez nagyon azt is megmutatta, hogy képes megújulni is. És, igen, és igen. Igen, és hogyha van dialógus, akkor képes megoldásokat is találni. És egyébként emiatt van az, hogy azért jellemzően mégiscsak itt jó élni, és nem Kínában meg Afrikában. A kínaiak jönnek ide, nem mi megyünk oda. Nagyon keveseket tudok arról, vagy nagyon kevés emberről tudok, aki mondjuk egy hierarchizált, és nem Kínát bántam, mert legyen úgy. Van a konfucianizmusban, tényleg csodaszép dolgok vannak. De ne akarja nekem már itt az Orbán ezzel előállni, és azt mondani, hogy úgy különben, hogy attól leszek boldog, hogy majd a Rogán fogja megmondani, hogy itt tudom én, egy könyvtárigazgató nyilatkozhat-e vagy nem, és ha nyilatkozhat, akkor mit nyilatkozhat. És ekközben meg azért ne felejtsük el, ide idézem, tegnap, ugye nem, a hétvégi számban volt ugye a Ferge Zsuzsa interjú, hogy nehogy azt gondoljuk, hogy ez mellékes, ott volt a Ferge Zsuzsa interjú, ennek az országnak a 10 millió lakosából 4 millió effektív módon szegény és éhezik. És ez a két dolog összefügg. Hát abszolút mértékben sajnos, és na, ebből a szempontból viszont nem vagyok az igazság optimista, mert, hát, mert nem látom azt, hogy ez akár mondjuk nem csak öt, de akár 10 éves távlaton belül is jelentősen meg tudna változni. Na de tehát, hogyha már mondjuk nem csak úgy Európáról beszélünk, hanem általában Magyarországról, akkor itt igen, itt viszont tényleg nagyon komoly bajok vannak, és az, hogy a szegénység, a mély szegénység, a vidék leszakadása, hogy ez hogyan változtatható meg, hát megfelelő kormányzati akarat nélkül főleg, ez egy nagyon nagy gond. Tehát nekem vannak családi kötődéseim Békés megyében, hát hogyha az ember elindul az Alföldön keresztül autóval, hát különösen mondjuk ősszel, vagy késő ősszel, vagy télen, amikor még a természet sem annyira szép, hát az időként maga a depresszió keresztül autózni olyan falvakon, kisvárosokon, ahol látszik, hogy gyakorlatilag az elmúlt években szinte semmi nem történt. Hát, és esély sincs rá, hogy valami változás történjen. És tudod, mi a rémes, hogy ami nem történik, az meg egyébként visszafejlődés. Már nem is a fejlődés szempontjából a döntő, hanem az, hogy kevesebb lesz a kenyér. Igen. Jó van, hát nézd, András, van dolgunk. Egyebek mellett például, ti mondjuk ezt ebben a tekintetben, most megtettétek, én komolyan mondom, nem is akarok több a mai Népszavából több dolgot kiemelni. Ötötször olvasom el ezt a cikket, ámulok és bámulok. Egyébként abban a tekintetben is ámulok és bámulok, hogy mondjuk egy csomó dolgot, amit Szalusi mond, én is elfelejtettem. Pontosabban nem elfelejtettem, hanem mondjuk abban az értelemben elfelejtettem, hogy ezeket mind el kéne mondani. Lekerült a napirendről valakinek azt, amit ő most itt a Népszava interjúban elmondott. Nekünk ezt, hála az égnek, Tölgyesi, hát hagy hívjon fel a figyelmet, Tölgyesi Gábor megírta, a Népszava lehozta. Ez, tehát ahhoz, hogy ebben higgyünk, ebben egyrészt hinni is kell, másrészt pedig nem szabad elfelejteni. Mi ezt, hogy is mondjam, azt, hogy mit jelent Európa, amiben élünk az összes gondjával és bajával együtt, úgy különben annyira kézenfekvőnek gondoljuk. És ez nem kézenfekvő. Elődeink és sok-sok ember élete, munkája, írása van benne. Az, amit az Orbán csinál, meg amit mond, az oda vezet, hogy felejtsük el és szarjuk le a saját múltunkat. Hát igen, igen, de ebben ugye benne a felvilágosodás, igen, tényleg persze, a forradalmak, a polgárháborúk, igen. A polgári forradalmak, tehát hogy Európa ezt
ezt végül is azért évszázadokon keresztül vajutta ki magából ezt a rendszert és ezt az életformát. És akkor jön a Salvini meg az Orbán a maga tébolyút idiotizmusával, és akkor mi meg föladjuk azokat, ami egyébként tele van gonddal, de egyébként az életünk. Igen, hát nem sikerült annyira pozitív ez a ma reggeli beszélgetés, azért, hát remélem, hogy nem. De nem, szerintem igen, mert aki ezt a cikket, amit ti most lehoztatok, a Népszavában, az 5. oldalon elolvassa, az egyébként ebből meríthet erőt. És például, hogyha erőt merít, és erről beszél, amiről Tanusi beszél, akkor egy kicsit többek leszünk, és egyebek mellett például nem adjuk föl. Igen, ebbe is bizony. Jól van, András. Nem beszélünk másról. Ez, drága, jó. Komolyan mondom. Jól van. Köszönöm. Tudod, mint én köszönöm nektek, hogy ezt megcsináltátok. Okay. És ezt elolvasottam. Komolyan mondom. Na, hello, szia. Köszönöm, szép napot, szervusz. Szia, neked is. Na hát ennyit a fjordokról. Jaj, hagyjuk már ezek az ócska dumákat, hogy a duma fegyver lenne, nagy hatalom lennénk. Duma. Nincs egyébként önmagában vett duma. Valósággá válik. És ezt a valóságot éljük meg. Egyébként pont azt a valóságot, ami nem is létezik. Amit például az Orbán előad, és akkor keletről fúj a szél. És akkor mi van? Önök akarnak úgy élni? Mint Türkmenisztánban, meg Azerbajdzsánban? Én nekem sem. Ők úgy akarnak élni? Éljenek úgy. Hát ezek vannak. De mindegy, illetőleg hányszor megmondtam, vagy megfogadtam, hogy nem fogok itt na mindegyezni. Minden esetre elmondom, hogy a telefonon számom volt tegnap jelentkező, aki mondta, hogy mindig hív, aztán nem tud velem beszélni. 30-177 86 59 30 177 86 59. Ez az egyik dolog. A másik dolog az az, amit el szerettem volna mondani, vagy egy elmondok, nem hogy el szerettem volna, elmondom, hogy meg lesz ennek a műsornak, meg ennek az egésznek az archívuma, és majd visszakereshető interjúk is lesznek. Haladunk, tanulok, muszáj tanulni. Muszáj, mert elveszik azt. Tudják, mi az érdekes egyébként, azért remélem, hogy fölfogta mindenki, hogy a 1848-as követeléseknek az egyike az volt, hogy sajtói szólásszabadság. Most kiderült, hogy a szólás szabadságát is elveszik. Még nem tőlem, ugye most mindjárt a nagyon okos nárlok izék, majd megfogja, hát de Sanyi bácsi, te most itt beszélsz, vagy Sándor, vagy dögölj meg Sándor, de most itt beszélsz. De mondjuk megint egy szeletet kivettek a rendszerből. Hallották? Annyira rossz, hogy ezt ki kell mondani, de hát nem tudom másképpen megnevezni, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma, ön egy emberi erőforrás, aki most itten hallgat engem. Mondom, 5. oldal, Népszava, 5. oldal, Krisztof Tanusi, ő egy lengyel filmrendező, aki nem akárki, ha látta valaki, de hát ez ilyen öregnek és vénnek kell lenni, mint én. Az Illumináció film című filmet is csinálta például, ami nekem megrendítő élmény volt 10-valány éves koromban, hogy egyébként hogy működik az ember. Nézzék meg! Figyeljenek ide, azt szeretném kérdezni, hogyha volna valaki, aki segítene abban, hogy a Calusinak az Illumináció című filmjét megtaláljam és újból meg tudjam nézni, emlékszem rá,
Nagyon-nagyon megköszönném. Na, szóval visszatérve a dolgoknak a lényegére, tehát Népszava, mai Népszava, 5. oldal, Krisztóf Tanusi. Európáról, a múltunkról, az élet értelméről. Különös tekintete Európára. Európát most gyalázzák. Egyébként magunkat, önmagunkat is gyalázza a miniszterelnök. Joggal appellálhat arra, hogy egyszerűen nem tudjuk megbecsülni mindazt, ami van körülöttünk, még ha sokszor gyalázat. És most nem szeretnék belemenni, őszintén szólva, mert személyes ügyeket nem kell ide tenni. Ez az egész nál egy konkrét gyalázat. És önöket is utol fogja érni. Minket, az én családomat utol érte. Maradjunk ennyibe. De utálom a festett vérzéseket, és egyébként ezzel összefüggésben azt sem, azzal sem értek egyet, aki azt az utat választja, hogy egyébként a személyes üldöztetéséből csinál politikát. Nagyon régi. Tehát amikor én, ugye én 54-es vagyok, ugye a 70-es évek második felében, a 70-es évek második felében láttam. Krisztóf Tanusi, Illumináció. Nézzék meg, én is szeretném megnézni újból. Állandóan itt van, jó, a Tarkovszki is itt van mindig az agyamban. Meg a Szállnak a darvak, meg a Jöjj és láss. Az a helyzet, hogy a hazámat utolérte a demencia. Most én, hogy 64 éves vagyok, nagyon félek a demenciától, meg az Alzheimer-kortól. Látom magam körül, barátaim, családtagjaim körében. Ez egy társadalmi demencia, amiben most kezdünk belerohanni. Egy társadalmi Alzheimer. Tényleg? Hajnak ez komolyan mondja? Hát akkor ezt mindjárt meg fogom nézni. Na, hát ezt fújhatom. Na mindegy, a kép is gyönyörű. Jó, angol felülettel. Hát én nem tudok. Lehet, hogy magyarul se tudok. Angolul meg végképp nem tudok. De minden esetre legalább a képeket fogom látni. A történet megvan a fejemben. Nézzék meg. Hát ennyit. Ja, van valami. Ja. Most elköszönök, mert Olga hív, és beszélni akarok vele. Csókolok mindenkit, csókolok. Köszönöm szépen, köszönöm.